Üdvözlöm Önöket, a mai előadásom az üzletmenet folytonosságról fog szólni, ami ezekben a rendkívüli időkben azt gondolom, hogy egy különösen izgalmas és érdekes területe az információbiztonságnak, hiszen mi nagyon sokan megtapasztalhatták, nem csak a szervezeteknél, cégeknél, de az otthonunkban is valahogy fönn kell tartanunk az üzletmenetet, fönn kell tartanunk azokat a folyamatokat, melyekkel dolgozni tudunk. Ennek nyilvánvalóan megvan a maga tudománya, erről fogok én a következő nagyjából 45 percben beszélni. Az üzletmenet folytonosság alapvetően az a folyamat, melyben olyan kritikus folyamatoknak a leállására készülünk fel, melyekkel itt a koronavírussal terhelt időkben mindenképpen találkozhatunk. Nagyon jól látszódik azt, hogy egy csomó olyan folyamatunk van, melyek nélkül megállna az élet, és hogyha nem gondoskodnánk arról, hogy ezek folyamatosan működjenek, akkor sajnálatos módon hát a gazdaságunk, illetve ugye ezen belül a személyes életünk is igen könnyen kárt szenvedhetne. Gondoljunk csak arra, hogyha most home office dolgozunk, akkor milyen informatikai kihívásokkal kellett küzdeni, gondolok itt például arra, hogy gondoskodtunk-e megfelelő mennyiségű tartalék tintapatronról, illetve biztos, hogy megoldottuk-e azt, hogyha mondjuk az internet szolgáltatónk nem működik, akkor azon túlmenően valamilyen másodlagos megoldással tudjuk az internet kapcsolatot biztosítani. Az üzletmenet folytonosság tervezése, tehát alapvetően ezekről a kérdésekről szól, végigveszi azt, hogy mik azok a kritikus erőforrások és mik azok a kritikus folyamatok, melyek rendelkezésre kell állnia ahhoz, hogy az élet mehessen tovább a maga módján. Ehhez alapvetően természetesen tervezés kell, tesztelés kell, oktatás kell, karbantartás kell, és nagyon sok cég, nagyon sok szervezet, akik egyébként rendelkeztek korábban üzletmenet folytonossági tervvel, valószínűleg most veregethetik a saját vállukat, és bizonyíthatják azt, hogy milyen jól tették azt, hogy ezt mindezt megtették. Csak hát sajnos a tervezéssel az a probléma, hogy az élet az ugye nagyon sokszor felülírja a terveket, és hogyha nem teszteljük, illetve nem tartjuk karban ezeket a terveket, akkor pusztán a tervezés, pusztán a papír nem sokat ér. Szerintem mostanában mindenki nagyon komolyan és jól láthatja azt, hogy miért is fontos az, hogy a tervezés mellett ezek a tervek karban is legyenek tartva. Gyakorlatban ez viszont ténylegesen egy nagy adag papírnak, egy nagy adag dokumentációnak az előállítását jelenti, és ezek a dokumentumok, ezek a dokumentum elejátáshoz szükséges projektek általában rengeteg időt szoktak elvinni a cég és a szervezet életéből. Éppen ezért az üzletmenet folytonosság az egyik olyan területe az információbiztonságnak, amit hajlamosak vagyunk letudni, amennyiben kötelező, muszáj, mert valamilyen jogszabályi előírás határozza meg, hogy ilyet nekem csinálni kell, akkor megcsinálom, majd nagyon sokszor a fióknak dolgozunk. Én a saját karrieremben is azért gyakran láttam azt, hogy üzletmenet folytonossági tervezés azért az legtöbbször egy megfelelőségi követelmény, nem pedig egy olyan terv, aminek a bekövetkezésére voltak éppen bármikor számítani lehet. Emellett, még hogyha alapok kellő alapossággal van is megtervezve az üzletmenet folytonosság, előfordulhat, hogy ezek alapvetően nincsenek karbantartva, azaz nincsenek letesztelve, azaz amikor ténylegesen gyakorlatilag pillanatokon belül következik be egy olyan helyzet, hogy le kell állnunk, akkor össze-vissza kapkod a cég, össze-vissza kapkodnak azok a munkatársak, akiknek a feladata lenne ezeknek az üzletmenet folytonosság lépéseknek az életre hozása, életre vitele, és sajnálatos módon az idő telik. Úgyhogy az üzletmenet folytonosságot ténylegesen, és ezt nem bírom eleget hangsúlyozni, folyamatosan karban kell tartani, frissíteni kell, aktualizálni kell, hozzá kell igazítani az éppen aktuális szervezeti viszonyokhoz és infrastruktúrához, és megfelelő időközönként tesztelni is kell, hiszen, ahogy katonáiknál mondják, ahhoz, hogy a megfelelő gyakorlat, a megfelelő drill meglegyen, ahhoz megfelelő mennyiségű gyakorlatra is van szükség, és amikor először kerülünk éles helyzetben, amikor először lőnek ránk, akkor lehet, hogy az első ijegység után az automatizmusok mindenképpen életbe fognak lépni, és tudjuk, hogy mit kell majd tenni. Az üzletmenet pedig megakad, nem csak most akad meg, és nem csak hetekre akad meg, hanem nagyon sokszor előfordul, hogy akár percekre, órákra vannak kimaradások. Ezt szerintem mindenki, aki informatikával találkozott, pontosan tudja és pontosan megtapasztalta. Az üzletmenetet tehát nagyon sok helyről fenyegetik kisebb és nagyobb veszélyek. Ez tulajdonképpen nem más, mint hogy fölkészülünk azokra a helyzetekre, amiket a tudatos kockázatmenedzsment mellett nem tudunk kezelni, hogy a kockázatmenedzsmentben emlékeztetőül fölkészülünk azokra a helyzetekre, azokra a potenciális fenyegetésekre, melyeket ismerünk, de hát az élet nagyon sokszor ezt fölírja és olyan fenyegetéseket hoz, amelyekre nem készültünk fel a kockázatmenedzsment során, de ebben az esetben is gondoskodnunk kell az üzletmenet továbbviteléről.
Hogyan lehet ezt elérni? Hát a legjobban nyilván úgy, hogyha vannak megfelelően definiált, jó kipróbált eljárásaink, különben egy hatalmas nagy improvizációba fullad az egész, és az improvizációnak megvannak azok a hátulütői, hogy nem mindig működnek. Emellett talán még fontosabb, hogy megvan az, hogy kinek a felelőssége és a feladata az üzletmenet folytonosság fenntartása. Én biztos vagyok benne, hogy mostani helyzetben nagyon sok szervezetnél, hogyha gondoltak és az üzletmenet folytonosság felelősségére létrejöttek az operatív törzsek, akkor alapvetően az operatív törzs vezetőinek a feladatszabása nagyjából úgy nézett ki, hogy oldjad meg. Ehelyett a tudatos üzletmenet folytonossági tervezésnél megvannak azok a kollégák, akik pontosan tudják, hogy mit kell csinálni, nem tör ki a fejetlenség. Az operatív törzsekről beszéltem már, és megemlítettem ugye az előbb. Itt nagyon fontos, hogy meglegyen a döntéshozatali potenciál, azaz meglegyen az a parancsnoki lánc, hogy így mondjam, aki és amely segít a hirtelen jött feladatok és problémák eldöntésében, azaz megvan a felelősség, és megvan a felelősséghez tartozó felhatalmazás is, nem pedig arra kell várni, hogy mindenki kitalálja, hogy voltak éppen mi is a feladata. Megvannak a rendelkezésre álló erőforrások, nem futunk bele abba a helyzetbe, hogy hirtelen bezárják a boltokat, és az otthonunkban arra jövünk rá, hogy nincsen elég áru, nincsen elég élelmiszer, és nincs elég WC-papír, és nem futunk bele abba a problémába, hogy hirtelen felvásároljuk a bolt egész készletét teljesen feleslegesen, illetve nem futunk bele abba a problémába, hogy egyszerűen kifolynak a boltok, üresek, és nem tudjuk ezeket a szükséges erőforrásokat megszerezni. A krízishelyzet kitörésekor például nagyon gyakran és nagyon sok helyen lehetett látni kígyózó sorokat az informatikai számítástechnikai boltok előtt. Gyakorlatilag a teljes magyarországi laptop készlet felvásárlásra került. Természetesen ezt nem ilyenkor kell megtenni, hanem végig kell gondolni azt, hogy milyen helyzetek jöhetnek, és a rendelkezésre álló erőforrásokat időben és megfelelő forrásból biztosítani, ami nem feltétlenül a betárazást és a felvásárlást jelenti, de erre az előadásban még vissza fogunk térni. Illetve vegyük figyelembe azt, nyilván tervezett és szervezett körülmények között, hogy mik az üzleti oldal elvárásai, és ehhez képest milyen IT lehetőségek vannak. Például hiába próbálunk meg egy napról a másikra áttérni a teljes távmunkára, vagy éppen otthoni oktatásra, hogyha emögött nincsen meg a megfelelő informatikai infrastruktúra, akkor ezt nyilvánvalóan az informatika nem fogja tudni kiszolgálni. Szerencsére a 2020-as évek informatikai háttér és informatikai szolgáltatása azért elég jó lehetőséget ad a skálázhatóságra, gondolok itt például a felhőszámítás technika vagy a virtualizáció adta lehetőségekre. Ezeket viszont szintén végig kell gondolni, mielőtt a baj megtörténik. Talán a legérthetőbb dokumentum, ami az üzletmenet folytonossággal foglalkozik, ez az amerikai NIST, National Institute of Standardization of Technology, az amerikai szabványügyi hatóságnak a Special Publication 800-as szériájának a 34-es dokumentuma, NIST SP 834-es dokumentum, mely legutóbb 2010-ben került frissítésre, és azóta is állja az idő próbáját, szépen összefoglalja azt, hogy valójában mik, milyen feladatok és milyen alapelvek érvényesülnek az üzletmenet folytonosság tervezésénél. Ugye itt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ezek alapelvek, tehát a mögötte levő technológia azért rengeteget változott, és nagyon sok olyan technológiai megoldás áll jelenleg a rendelkezésünkre, amiben melyek segítségével az itt foglalt elveket sokkal hatékonyabban tudjuk megvalósítani. Ez a NIST SP 834-es ajánlás nagyon szépen dokumentálja azt, hogy milyen típusú feladataink és milyen típusú terveink vannak, amelyeket létre kell hozni. Ezek közül az első és a legfontosabb az üzletmenet folytonossági terv, a Business Continuity Plan, azaz a BCP-nek a létrehozása. Ezek írják le azt, hogy egy üzleti funkciót hogyan lehet fenntartani, annak megzavarása alatt és után. Ami itt talán külön kiemelésre érdemes, az, hogy itt minden kulcsfunkcióra elkészül ez. Honnan tudjuk azt, hogy milyen kulcsfunkcióink vannak egy szervezeten belül? Azok, akik az IBTV alá hatály alá tartoznak, a 2013-50-es számú törvény hatály alá tartoznak, azok az elektronikus információs rendszerek felmérésekor valószínűleg szembesültek már azzal, hogy az információs rendszer önmagában kevés, hiszen azokat üzletmenet, illetve üzleti folyamatok, közigazgatási folyamatok használják. Hát itt megint csak egy nagy hasznosságot tudok mondani az IBTV-hez kapcsolódóan.
A következő ilyen tervünk a helyreállítási terv, a Business Resumption Plan, a BRP. Ez írja le azt, hogy egy üzleti folyamatot hogyan kell visszaállítani egy nem kívánt esemény után. Ez egyébként az incidens menedzsment témához is kapcsolódik, illetve lehet további ajánlásokat is találni a NIST-nél, a NIST SP 134-es, hogyha jól emlékszem, foglalkozik a kiberbiztonsági incidensek utáni helyreállításokkal. Azaz gyakorlatilag mindazon helyreállítási tevékenységeket, melyek kell foglalkozhatunk egy leállás után, ezeket a BRP-be kell leírni. Ami a nagy különbség a BCP-vel kapcsolatban, ugye alapvetően az, hogy a BCP a teljes folyamattal foglalkozik, a BRP pedig csak és kimondottan a helyreállítás részével, innen általában a BCP-nek egy része szokott lenni a helyreállítási terv. A következő dokumentumunk a működés folytatásának a terve, a Continuity of Operations Plan, a COOP. Ez azt írja le, hogy a szervezeti működést hogyan és milyen módon kell visszaállítani, hiszen egy ilyen járványos helyzetnél, mint amiben most élünk például, igen komoly kihívás lehet az, hogy hogyan tudjuk a megfelelő mennyiségű embert biztosítani ahhoz, hogy az üzleti folyamatok biztosításra kerüljenek. Mert lesznek, akik betegek lesznek, akik karanténba kerülnek, kórházba kerülnek, és lesznek olyanok, akik hanyat homlok menekülnek el azokról a helyekről, ahol a számítástechnikai eszközeik, illetve az informatikai háttér, az internet kapcsolat rendelkezésre áll. Én nyilvánvalóan ilyen helyzetekben mindig számolni kell azzal, hogy nem fog a megfelelő mennyiségű humán erőforrás rendelkezésre állni. Általában a BCP-től függetlenül készítik el, és jellemzően ugye a cég menedzsment funkciónak visszaállítását tartalmazza, nem az informatika feladata, hanem tipikusan ugye a humán erőforrás menedzsment, a személyügynek a feladata, ennek a kidolgozása és végiggondolása. Következő tervünk a támogatás folyamatossági terv, a Continuity of Support Plan, amely az üzleti folyamatokat támogató rendszerek folyamatos üzemelésére vonatkozó terv, kiemelve azt a megjegyzést, hogy a mai informatikai rendszerek általában nem olyanok, hogy mi megvesszük, telepítjük, üzemeltetjük, hanem a nagy informatikai rendszereknél jellemzően különböző beszállítók, harmadik felek azok, akikben gyakorlatilag múlik az informatikai rendszer üzemeltetése. Az ellátási láncok biztonságáról beszélek tehát, amely nem csak a gyártásban fontos, hanem az IT üzemeltetésben is, mert például, hogyha egy merevlemez tönkre megy, és ezt ki kéne cserélni, hogyha nincsen a boltban a beszállítónál merevlemez, mert mondjuk a gyártótól Kínából nem kapta meg, és a logisztika nem is tudja leszállítani, hiszen mondjuk beszállítási stop van, akkor nyilvánvalóan az informatikai rendszert sem tudjuk majd tovább üzemeltetni. A következő tervünk a krízis kommunikációs terv, amivel nap mint nap szembesülhetünk, és ennek a fontosságát a BCP tervezés is külön kiemeli, a Crisis Communication Plan. Ez arra vonatkozik, hogy katasztrófa esetén hogyan, milyen módon lehet és kell a belső feleket, a munkatársainkat és a külső feleket a sajton keresztül a közvéleményt tájékoztatni. Sajnos a krízis kommunikációval kapcsolatban Magyarországon nem igazán van meg a hagyománya annak, hogy hogyan tudjuk mindezt közölni, és hogyan tudjuk a saját helyzetünket közölni és elmondani az általunk elért célközönségnek, holott kiemelten fontos lenne az, hogy hiteles forrásból jól kapják meg az érintett felek a tájékoztatást, lehetőleg ne hálhíreken, fake newsokon, kiszivárogtatásokon keresztül értesüljenek a belső dolgokról, hiszen óhatatlanul ugye ez a fajta alternatív távközlési csatorna problémákat tud okozni, és nem a hiteles és megfelelő tájékoztatás kerül majd elő a nyilvánosság elé. Nagyon fontos, hogy ezt szabályozza, hogy ki az, aki megszólalhat a nyilvánosság előtt. Amikor krízishelyzet van, akkor célszerű egy nyilatkozat stoppot elrendelni, nehogy a munkatársak véletlenül olyat mondjanak, ami tovább rontja és tovább súlyosbítja a helyzetünket. Következő dokumentumunk az informatikai incidens kezelési terv, a Cyber Incident Response Plan, azokat a lépéseket tartalmazza, amiket informatikai támadás során kell a szervezetnek megtenni. Ugye ez a BCP-nek egy melléklete, de mondhatnám azt is, hogy az incidens management alapvetően egy külön dokumentum is lehet, és itt látszódik, hogy a két terület mennyire összefügg. Az incidens managementtel azok, akik hivatalból nézik ezt a videót, és a kurzusaimra járnak, egyébként is találkozhatnak,
adtak, hiszen ez a tananyag, ez az incidens menedzsment tantárgy részeként kerül megszervezésre. Aki esetleg ezt a kurzust nem nézi végig, annak ajánlom, hogy nézze meg a YouTube csatornámon az incidens menedzsmentről készült egyéb videót, hogy el tudja képzelni, miről is beszélünk. A katasztrófa helyreállítási terv, a DRP, Disaster Recovery Plan, a következő tervünk, ezt akkor kell használni, amikor valójában ténylegesen valamilyen katasztrofális esemény éri a szervezetet. Tipikusan ilyen szokott lenni valamilyen természeti katasztrófa, egy földrengés, egy áradás, ami lehetetlenné teszi azt, hogy az eredeti helyen viszonylag könnyen napokon belül vissza tudjunk állni. A katasztrófa helyreállítási terv rendkívüli esetekre, mint egyébként most jelen pillanatban ez a pandémiás helyzet is egy rendkívüli eseménynek minősül. Ebben az esetben ad segítséget arra vonatkozóan, hogy hogyan kell helyreállítani üzletmenet folyamatokat. Gyakorlatilag leírja, hogy hogyan lehet a teljes IT-t egy alternatív helyen, akár az otthonainkban újraépíteni és üzemeltetni. A következő fejezetünk és a következő tervünk a létesítményekre vonatkozó vészhelyzeti terv, az Occupant Emergency Plan, az OEP. Ez a létesítményeket fenyegető veszélyekre vonatkozik, például tűzeset, terrorcselekmény, bűncselekmény miatt életbe lépő cselekményeket tartalmazza. Jellemzően egy létesítmény üzemeltetési terv, tehát nem feltétlenül a BCP-nek a része, de oda is beírható, de jellemzően attól elválasztva hajtják végre, hiszen tipikusan nem az informatikának a feladata, az itt foglaltaknak a betartása. Ennek ellenére az informatikára nyilvánvalóan komoly hatása van, hogy hogyan lehet mondjuk egy létesítményt, hogyan lehet egy irodát használni. A következő ábra foglalja össze, hogy miről is van szó. A szürkén jelzettek alapvetően azok a tervek, melyek az informatikára, az információs rendszerekre fókuszálnak. A zöldre festettek azok, melyek a személyekre, illetve a vagyontárgyakra vonatkozóak. Narancssárga, rózsaszín színűek pedig azok, melyek az üzleti terület számára fontosak, és innen látszódik az, hogy az üzletmenet folytonossága az egyáltalán nem egy informatika fókuszált feladat, hanem gyakorlatilag egy olyan feladat, melyben a szervezet több különböző szervezeti egységének csoportosan és együttesen kell részt vennie, annak érdekében, hogy ebből egy koherens, jó végre hajtható terv válhasson. Nagyon fontos jelenlegi helyzetben különösen annak a megállapítása, hogy mikor is beszélhetünk katasztrófáról. Ugye az üzletmenet folytonosság az alapvetően nem katasztrófa hely, nem csak és kizárólag katasztrófa helyzetekre lett kitalálva, hanem olyan nagyon egyszerű informatikai problémákat kell tudnia lekezelni tipikusan, mint hogy elment az internet kapcsolat, vagy éppen nincsen áram. A katasztrófa az ettől függetlenül egy sokkal időben, sokkal inkább kiterjedtebb és hatásaiban sokkal mélyebb tevékenységre vonatkozik. A katasztrófa tervezés, illetve az üzletmenet folytonossági tervezés nyilván összefügg, ettől függetlenül magát az üzletmenet folytonossági kieséseket és a katasztrófákat fogalmilag ketté kell vennünk. A katasztrófa definíció szerint olyan hirtelen, nem tervezett, szerencsétlen esemény, ami nagy károkat vagy veszteségeket okoz. Ez akkor jelentkezik üzleti szempontból, amikor van egy meghatározott időintervallumunk, ami alatt vissza kéne állítani az adott kritikus üzleti folyamatot, de ezt nem tudjuk megtenni. Ebben az esetben kell a katasztrófa tervezést végrehajtani, hiszen hogyha azt mondtuk, hogy az adott üzleti folyamatnak mondjuk egy nap után gond nélkül és eredeti képességei szerint kell működni, de ezt az egy napot nem tudjuk tartani, akkor már katasztrófa helyzetről kell beszélnünk. Nagyon fontos, hogy ez magával hozza az időbeliséget is, azaz a funkciókat, azokat az üzleti folyamatokat, melyeket azonosítottunk, ezeket mindenképpen egy idő intervallummal kell ellátnunk, és ez az időbeliség egyébként minden funkcióra lehet más és más, lehetnek kritikusabb funkciók, ahol mondjuk ténylegesen nem fér bele a hosszabb leállás, tipikusan ugye a bankoknál lehet tapasztalni ilyeneket, a bankoknál jogszabályban is meg van határozva, hogy mennyi a nem tervezett leállás, és egyébként mellesleg a tervezett leállásra rendelkezésre álló idő is. Nyilvánvalóan, hogyha ezt nem tudják tartani, akkor egy katasztrófa helyzet indul el.
mik a katasztrófa jellemzői, nem tervezett szolgáltatás leállások, hosszantartó szolgáltatás leállások, olyan leállások, amit a normális problémamenedzsment eljárásokon belül nem lehet megoldani, komoly károkat vagy veszteségeket okoz, ezek mind-mind ilyen jellemzők lehetnek, viszont alapvetően katasztrófával szerencsére nagyon-nagyon ritkán szembesül egy szervezet. Hogyha valamikor katasztrófát kell mondani, akkor a katasztrófa kimondása, ez egy igen nagyon komoly döntés lehet, és alapjaiban befolyásolja azt, hogy a szervezet hogyan működik a továbbiakban. Na de vissza az üzletmenet folytonosságra. Mik a céljai? Ugye, mint említettem, a kockázatmenedzsment keretein belül kell meghatároznunk azt, hogy mik a tervezett, mik azok az ismert fenyegetések, melyekre föl tudunk készülni. És hát kockázatból azért néhány tucatnál több kockázatot jellemzően nem nagyon szoktunk beletenni a kockázat elemzésünkbe, hiszen egyébként ezekkel a néhány tucatnyi kockázattal azért a problémák 80%-át gond nélkül le tudjuk fedni. És a maradék 20% alapvetően olyan probléma, amelynek bekövetkezési valószínűsége vagy hatása, tehát ugye az összesített kockázati mértéke rendkívül alacsony, tehát nem is biztos, hogy foglalkoznunk kell vele, illetve számos esetben jönnek olyan új fenyegetések, melyekre effektív nem tudunk felkészülni, hiszen nem ismertük korábban, és nincsenek meg azok a megoldások, hogy hogyan lehet mindezt kezelni. Ebben az esetben válik fontos az üzletmenet folytonosság, hiszen hogyha olyan új fenyegetés válik valódi kockázata, és illetve válik valódi olyan támadássá, illetve incidensé, melyre korábban nem tudtunk fölkészülni, akkor nyilvánvalóan az üzletmenet folytonosság keretein belül kell fenntartani a szervezet működését. Azaz, itt fölkészülünk arra, amire nem tudunk fölkészülni, tehát ugye az ismert ismeretlenekre, illetve a nem ismert ismeretlenekre is föl tudunk készülni vele. Lényeg az, hogy ha valami történik, amire nincsen begyakorolt kockázatkezelési, illetve védelmi intézkedésünk, akkor mit kell tenni? A BCP-nek alapvetően tehát az a feladata, hogy olyan válaszokat adjon a vészhelyzetekre, vagy éppen a leállásokra, nem is feltétlenül kell, hogy vészhelyzet legyen ez, melyek azonnaliak, megfelelőek és felmértek, azaz tudjuk azt, hogy mit kell csinálni. Ezek a lépések segítik azt, hogy az üzleti működést a lehető leghamarabb, a legkisebb fájdalommal, a legkisebb kárral vissza tudjuk állítani a meghatározott időn belül. Ennek összességében pedig az a célja, hogy a kár mértékét, amit elszenvedünk, ezt csökkentsük a lehető leginkább. Fölsorolja azokat az eljárásokat és erőforrásokat, amiket föl tudunk használni. Itt ez azért nagyon fontos, mert mint ahogy a jelenlegi helyzetben szerintem mindenki érzékeli, alapvetően erőforrások hiány vagyunk, tehát nincsenek meg azok az erőforrásaink, amikkel az ideális visszaállítás és az ideális kárcsökkentés meg tudjuk tenni, és nagyon sokszor azt sem tudjuk, hogy ezek az erőforrások hol és hogyan állnak rendelkezésre. Informatikai tekintetben az erőforrások egyébként kreatívan felhasználhatóak lennének és lehetnek, hiszen, mint említettem, a technológia fejlődésével a dinamikusan hozzáférhető erőforrások listája, dinamikusan hozzáférhető erőforrásoknak az elérhetősége, ez nagyon változatos tud lenni, tehát egy jó informatikai tervezéssel kreatív módon tudjuk a kieső saját erőforrásokat pótolni. Emellett az eljárásoknak a listáját is tartalmazza az üzletmenet folytonosság, azaz lépésről lépésre leírva azt, hogy mit kell tenni. Miért fontos ez? Nyilvánvalóan azért, mert, és a következő pont is erre utal, világos leírást ad arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni. Mert amikor hirtelen kell dönteni, amikor egy olyan helyzet van, amire nem készültünk föl, akkor abból kapkodás lesz és rossz döntések lesznek. Ennek megfelelően egy világos, definiált és kipróbált eljárásrend az, ami a leghamarabb át tud minket segíteni a vészhelyzeteken. Azon partnerek azonosítása, akik bevonása indokolt lehet a visszaállítás során, nem egyedül fogjuk ezt megoldani. Számos olyan külső partnerrel kell együttműködnünk, akiknek a működő képessége és elérhetősége szintén elengedhetetlen ahhoz, hogy mi magunk működni tudjunk. Őket is fel kell nyilvánvalóan mérni. Zavar elkerülését ugye világos útmutatók és a tesztelés segítheti. A tesztelés itt talán a legfontosabb, ezeket az eljárásokat folyamatosan fel kell mérni annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabbak tudjunk lenni.
A visszaállításhoz szükséges információk listáját is tartalmaz, ezek a tesztelés során is kiderülhetnek, hiszen amikor tesztelünk, akkor rájöhetünk arra, hogy milyen hiányosságok vannak, illetve mi az, ami nem feltétlenül világos a leírásban, ezek a plusz információk mind-mind segíthetnek a gyors és hatékony végrehajtásban. Leírja a tartalék helyen történő működés szabályait, ha az elsődleges hely nem elérhető, megint csak a távmunkára tudnék utalni, vagy a távoktatásra tudnék utalni, ugye az otthoni munkahelyek, ezek mind-mind információbiztonsági kockázatot jelentenek, tehát hogyha úgy engedjük haza a munkatársainkat, hogy ők nem tudják, milyen módon lehet az információbiztonság alapvető szabályait betartani, akkor nyilvánvalóan nem is fogják tudni ezeket betartani, nem is fogják ezeket betartani. Éppen ezért nagyon fontos, hogy olyan szabályrendszerek legyenek, amik még egy ilyen vészhelyzetben is világos útmutatást adnak arra, hogy mire kell figyelni, mert ne felejtsük el, a támadók, legyenek ezek akár kiberbűnözők, vagy éppen legyenek ezek államilag támogatott támadói csoportok, nem pihennek, és ez a zavaros helyzet mindenképpen használ a zavarosban halászóknak, tehát megpróbálják kihasználni azokat az információbiztonsági gyengeségeket, amiket az otthoni munka jelen pillanatban jelent. Az elsődleges helyre való visszatérés eljárásai, azaz hogyan fogunk tudni majd a home office-ból visszatérni, hogyan fogjuk megoldani azt, hogy az otthoni munka és az otthon használt információs rendszerek integrálásra kerülhessenek biztonságos megfelelő tesztelt eljárások mellett azokba az éles üzemi rendszerekbe, melyekkel egyébként normál esetben dolgozunk. Magát a BCP-t egyébként elkészíteni, karbantartani sokáig tart, drága folyamat, egyébként elsősorban emberigényes folyamat, tehát nem eszközbeszerzés szempontjából drága, hanem nagyon sok ember nagyon sok idejét viszi el, amíg kialakul az ideális állapot. Éppen ezért ez a terület sem tartozik az információbiztonság gyorsan behúzható sikerprojektjei közé, nem lehet BCP-t csinálni egy-két hét alatt, vagy hogyha lehet is, az olyan is lesz. Alapvetően ugye a tervezést bár végig lehet vinni egy jól definiált projekt mentén, de maga a BCP projekt az nem csak a tervezésből és a dokumentumok legyártásából áll, hanem azokat nyilván tesztelni, ellenőrizni is kell. Éppen ezért nagyon jó, hogyha a BCP-t tényleg egy kiterjedt, hosszabb projektként értelmezzük, ami úgy kezdődik, hogy projektindítás és irányítás, üzleti hatások elemzése a második rész, visszaállítási stratégiák meghatározása a harmadik része, tervezés és megvalósítás a negyedik rész, majd hosszan-hosszan évről évre folyamatosan frissítve a tesztelés, a karban tartású tudatosság és a képzés történik, mely egyben visszacsatolást is jelent a tervezési lépéseknek, hiszen, hogyha tesztelünk, karbantartunk, tudatosságot és képzést építünk, akkor lehetőségünk nyílik azoknak a gyengeségeknek az azonosítására, amelyek a való életben jönnek elő, és nem akkor fog ez mindez kiderülni, amikor tényleg élesben kell majd használni ezeket a terveket. Na, hogy is néz ki a folyamat? A projektindítás és irányítás, ugye ezzel kezdünk, meg kell határoznunk, hogy szükségünk van egyáltalán BCP-re. Szerintem nagyon nem spoilerezem el a választ erre. Igen, biztos, hogy szükségünk lesz. Ma már én nem nagyon tudok elképzelni olyan szervezetet, amelyik informatika nélkül működni tudna. Éppen ezért az informatikai rendszerekre, vagy az informatika által támogatott rendszerekre vonatkozó üzletmenet folytonossági tervezés elengedhetetlenül fontos. Hogyha a kockázatelemzés egyébként külön kiemeli azt, hogy függünk az információs rendszerektől, méghozzá nagyon függünk az információs rendszerektől, akkor én mindenképpen javaslom megfontolásra az üzletmenet folytonosság tervezésének megvalósítását. A következő lépés, szerezzük meg a menedzsment támogatását, úgyhogy azoknak a kollégáknak, akik eddig nem kaptak menedzsment támogatást üzletmenet folytonossági tervezésre, szerintem a jelenlegi helyzet kiválóan alkalmas lesz, hogyha ezt túléltük, akkor mindenképpen kopogtassanak a menedzsment ablakán is. Próbáljanak meg támogatást és erőforrást, pénzt szerezni arra, hogy a BCP létrejöhessen. Ugye információbiztonságot háromokból csinálunk, az egyik azért, mert jól felfogott érdekünk és előre tervezünk, ez a legritkább. A második ilyen eset, amikor valamilyen külső compliance megfelelőségű követelmény írja elő, jelzem azt, hogy üzletmenet folytonosság tervezés készítése minden létező jogszabályban, szabályzásban, előírásban benne van, tehát ha eddig nem vettük volna észre, akkor a compliance
compliance követelmények miatt ezt meg kell tenni. A harmadik pedig, amikor eső után köpönyekként belátjuk, hogy ezt meg kellett volna tenni. Hát most egy ilyen helyzet van ott, ahol nem volt üzletmenet folytonossági tervezés. Lássuk be azt, hogy milyen jó lett volna, hogyha lett volna ilyen, és készüljünk előre. Higgyék el nekem, jönnek majd még ilyen helyzetek, amikor jó fog jönni ez a BCP. Most bebizonyosodott azt, hogy mennyire hasznos azt, hogyha tudjuk, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban átállni. Egy kis történeti visszatekintés. Az üzletmenet folytonosság fontosságát először a szakma a 2001-es szeptember 11-i terrortámadás után látta be. Milyen borzasztó ezt kimondani, lassan 20 év, hogy ez megtörtént, hiszen a ikertornyoknak a lerombolása alapvetően magával hozta azt is, hogy ott az ikertornyok alatt igen komoly és igen fontos infokommunikációs, telekommunikációs rendszerek voltak, melyek kiestek és nem tudtak tovább működni. Számos cég már abban az időben meg tudta azt lépni, hogy onnantól kezdve, hogy elvesztette a telekommunikációs lehetőségeit, vagy akár az irodáját és az embereit az ikertornyokban, túl tudott ezen lépni, és gyakorlatilag órákon belül el tudta kezdeni a működését egy másik telephelyen tartalék erőforrásokkal. Tehát ez nem valami friss dolog, gyakorlatilag legalább 20 éve, de egyébként sokkal régebben egyértelművé vált, hogy az infokommunikációs rendszerek működését szükséges biztosítani, a jelenlegi helyzet ugye külön kiemeli ennek a fontosságát. Határozzuk meg a belső és külső stratégiai erőforrásokat, akik meg tudják mondani, hogy a BCP megvalósítható-e. A BCP tervezés az elején masszív interjúztatás, azaz a helyzetnek a felmérését jelenti, melyre, hogyha nincsen meg a belső erőforrás, egyébként számos tanácsadó cég, számos információbiztonsággal foglalkozó szolgáltató tud ebben segíteni. Ezeknek a felmérése tehát a legelső, az interjúzás, és szintén saját tapasztalatban mondom, hogy ezek a felmérések, ezek egészen meglepő megállapításokat tudnak tenni arra vonatkozóan, hogy mi is a belső és külső stratégiai erőforrás. Időnként olyan nem igazából senki által nem ismert információs rendszereket, Excel táblázatokat és az őket kezelő kollégákat tudják beazonosítani stratégiai erőforrásként, akire a menedzsment nem is feltétlenül gondol. Alakítsuk meg a BCP csoportot, ahol képviselve van minden olyan kulcsember a szervezetből, akik kompetensek, azaz átlátják a folyamatokat és átlátják a rendelkezésre álló erőforrásokat, és ezek a személyek működjenek együtt. Mint minden projektnek, nyilván az első lépés itt is, hogy készüljön egy projekt alapítási dokumentum, egy pad, de definiáljuk le, hogy mi a célunk és mi a terv, amiben keresztül ezt a célt el fogjuk majd érni. Döntsük el, hogy kellenek a automatizált adatgyűjtő eszközök, hogyha nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen információs rendszereket használunk, vagy ezeket az információs rendszereket kik és milyen folyamatok használják, akkor az informatikai támogatással ezekkel az automatizált adatgyűjtőkkel tudunk plusz információhoz jutni. Ezekről a lépésekről mindig jelentsünk a menedzsmentnek, hiszen a folyamatos menedzsment támogatás fenntartása így lesz megvalósítható és így lesz tartható. Legyenek formális tervezett megbeszélések, hiszen egy projekt akkor halad előre, hogyha vannak mérföldkövek, és ezekkel a mérföldkövekkel tudunk előre haladni. És végül nem utolsó sorban az egésznek legyen egy koordinátora, az, akinek a feladata és felelőssége mindezt végrehajtani. Nyilván a koordináció a IBTV alapján jellemzően az információbiztonsági felelősre fog majd szállni, az ő projektje lesz a végén a tervezés. Következő lépésünk az úgynevezett üzleti hatások elemzése, a Business Impact Analysis, a BIA. Ennek a célja az az, hogy kiderítsük, hogy voltak éppen az egyes üzleti folyamatok, melyeket azonosítottunk, ezek milyen hatással lehetnek a szervezetünkre, és mit kell tennünk annak érdekében, hogy ezeket fenntartsuk. Az üzleti hatáselemzés, ezek jellemzően nem műszaki jellegű döntések, sőt, egyáltalán műszaki jellegű döntések, az informatika támogatja az üzletet, tehát a feladat az, hogy üzleti oldalról legyen autoritás kimondani azt, hogy az üzleti folyamat kritikus, vagy éppen nem kritikus. Vagy hogyha kritikus, akkor mennyire kritikus? Szintén talán nem túlságosan nagy meglepetés, hogyha sikerült összegyűjtenünk az üzleti folyamatokat, és megkérdezzük az üzleti folyamatok gazdáját, hogy az ő folyamata mennyire kritikus, akkor a válasz az lesz, hogy az övé az nagyon kritikus, és voltak éppen nélkül nem tud működni a szervezet. A gyakorlatban azért azt láthatjuk, hogy
A legtöbb üzleti folyamat messze nem olyan kritikusságú, hogy nélkül ne tudna elműködni hosszabb ideig is a szervezet. Tehát ezeknek az interjúknak és ezeknek a felméréseknek az a célja, hogy egy nagyon átfogó és nagyon hiteles képet kapjunk arra vonatkozóan, hogy valójában milyen folyamatok kritikussága valójában mekkora. Az a hatás, amit ki szeretnénk szedni ezekből az interjúkból, valójában egy időintervallum lesz, azaz azt fogjuk megkapni, hogy mekkora maximálisan elfogadható kiesés, ez a maximum tolerable downtime, az MTD érték, azaz az adott üzleti folyamat maximum mennyi ideig állhat úgy, hogy az még ne okozzon helyreállíthatatlan problémákat és károkat a szervezet számára. Az MTD ugye egy idő intervallum, viszont van ezen túl egy olyan impact is, egy olyan hatás is, amit szintén fel kell bérni, hogy valójában ez mekkora anyagi kárt fog okozni, azaz napi szinten mekkora anyagi kárt okoz egy leállás. Ezt nemzetgazdasági szinten már akár most is lehet látni, aki követi a sajtót, az olvashatja és láthatja, hogy egy-egy nap leállás mondjuk Magyarországon akár ilyen 150-200 milliárd forintos károkat is okoz, ami elég jelent, tehát nyilvánvalóan ennek a csökkentése kéne, hogy legyen valahogy valamilyen módon a cél. A BIA alapvetően nem a kiváltó okot elemzi, hiszen annak a feladata, hogy a kockázatelemzés lenne. Kockázatelemzésen keresztül tudnánk megtudni, hogy mi a kiváltó ok. Itt csak és kizárólag az okozott hatásra koncentrálunk. A BIA célja alapvetően a menedzsment tájékoztatása arra vonatkozóan, hogy a nem kívánt eseménynek milyen hatásai lesznek a teljes üzletmenetre, azaz egy picit a vezetőknek a megijesztése és érzékenyítése arra vonatkozóan, hogy valójában egy-egy folyamat mennyire fontos a szervezet számára, illetve segít annak a meghatározásában, hogy mik azok az üzleti folyamatok, melyek ténylegesen kritikusak, hiszen melyeknek az MTD értéke a legkisebb, azok a legkritikusabb folyamatok, tehát nyilvánvalóan a kockázat elemzéshez, kockázat kezeléshez hasonlóan, nem is az elemzéshez, a kockázat kezeléshez hasonlóan, a szűkös erőforrásokat alapvetően arra kell, hogy elköltsük, hogy a legkritikusabb folyamatoknak a fenntarthatóságát meg tudjuk őrizni, hiszen ez segít minket abban, hogy valamilyen módon a szervezet túlélje az érzékeny helyzeteket. Nagyon jó a BIA arra is, hogy segít elképzelni azt, hogy milyen az, amikor a cég nem optimálisan működik, mert hogy ezek a nem optimális működések szintén arra serkenthetik a szervezetet, hogy túlmenően az üzletmenet folytonosságon optimalizálják, racionalizálják a szervezetek működését. Megvizsgálja egy leállás anyagi hatásait, ami megint csak a kockázat elemzéshez, kockázat menedzsmenthez visszakapcsolódva abban segít, hogy tudjuk, hogy mekkora összegek célszerű elkölteni annak érdekében, hogy az üzletmenetet fönntartsuk, hogy az lehetőleg ugye ne legyen nagyobb, mint a leállás várható anyagi kára, hiszen ágyóval nem lövünk verébre, minden kockázat csökkentő intézkedést alapvetően annak az érdekében hozunk, hogy kisebb anyagi befektetéssel egy nagyobb bajt tudjunk megakadályozni, nem fordítva. Illetve nem utolsó sorban segít meghatározni a kritikus funkciók visszaállítási ablakait, azaz, hogy mennyi idő alatt lehet és kell visszatérni a normális ügymenetre. Hogyan csináljuk mindezt? Az első lépés, meg kell határozni az információgyűjtés technikáit. Mint említettem, tipikusan az üzleti hatás elemzés azért az egy személyes vagy csoportos interjú szokott lenni, mert én személy szerint alapvetően preferálom a személyes interjúkat, hiszen itt nagyon jó lehetőség van a visszakérdezésre, de természetesen lehetőség van ezt elektronikusan is megtámogatni, tehát kérdőívekkel beszedni, viszont a tapasztalat az, hogyha elektronikusan gyűjtjük be ezeket a kérdőíveket, akkor nagyon nehéz azokat a visszacsatoló kérdéseket megtenni, melyek segítik a válaszadót a saját válaszának a pontosításában, és ebben az esetben fogjuk visszakapni azt, hogy valójában minden folyamat kritikus és nem állhat le. Válasszuk ki az interjú alanyokat, lehetőleg azokat a vezetőket, akik felelősek az üzleti folyamatért, és azt a szenior dolgozót, aki egyébként nagyon régóta dolgozik az adott üzleti folyamatban, tehát látja azt is, amire a vezető adott esetben nem lát rá. Készüljünk személyre, illetve szervezete szabott kérdőívet. Miért jó ez? Azért, mert minden cég más, minden szervezet más, nincsenek azok az egyen kérdőívek, amik minden szervezetre hatékonyak és hasznosak lehetnek. Vannak nyilvánvalóan olyan kérdőívek, amiből ki lehet indulni, de ezt mindenképpen személyre kell majd szabni.
Negyedik lépés, elemezzük az információkat. Ezeket az összegyűjtött információkat valamilyen struktúrált módon kell összeszednünk, elemeznünk, és ez fog segíteni minket abban, hogy valójában meg tudjuk határozni, mik is azok a folyamatok, melyek a legkritikusabbak. Következő lépés, határozzuk meg az időkritikus üzleti funkciókat. Az időkritikus üzleti funkciók ugye azt jelenti, hogy ahol olyan MTD-t láttunk, ami meghatározható nyilván, és kellően alacsony, na azok a kis MTD-jű funkciók lesznek azok, amikre majd igazából fókuszálni kell. Alapvetően ezek az üzleti funkciók viszont nem egymástól függetlenül futnak, tehát arra kell odafigyelnünk, hogy ezek a funkciók, ezek függhetnek más funkcióktól is, tehát ezeket az összefüggéseket, ezeket szintén figyelembe kell vennünk majd valahogy. A következő lépés, határozzuk meg a maximálisan elfogadható kiesés mértékét, azaz gyakorlatilag a legkisebb MTD meghatározza majd azt, hogy mennyi is a maximálisan elfogadható kiesés, azaz, hogy meddig tud valójában állni a szervezetünk anélkül, hogy katasztrofális következményeket kelljen elszenvedni. Ezek alapján prioritásokat határozunk meg, és ki fog jönni, mint ahogy egyébként a kockázatmenedzsment folyamatban is kijön, hogy mik a legnagyobb kockázatok, amikre elsősorban fókuszálni kell. Itt is kijönnek azok, hogy mik azok a kritikus üzleti funkciók, melyek a legnagyobb prioritást kapják, melyekre a leginkább oda kell figyelni, és amelyeknek az üzletmenet folytonossági lépéseit gyakorlatilag a lehető legnagyobb figyelemmel kell fenntartani. Nyolcadik lépés, írjuk le a visszaállítási ajánlásokat. Ugye nagyon fontos, hogy ezek ajánlások, mint ahogy a kockázatelemzésnél is ajánlásokat teszünk a kockázatcsökkentő megoldásokra, itt is ajánlásokat teszünk a visszaállításra, hiszen az ajánlásoknak költségei vannak, tehát azt egy megfelelő autoritással rendelkező üzleti vezetőnek kell eldöntenie, hogy melyek visszaállítási lépések lesznek azok, melyek elfogadhatóak. Itt a NIST-SP 830 négyesből lehet látni egy képet, ami szépen lépésről lépésre végigveszi mindazt, amit eddig mondtam. Következő lépésünk a visszaállítási stratégiáknak a meghatározása. Itt ugye, amikor stratégiákat állapítunk meg, képben kell lennünk azzal, hogy valójában ez mennyibe is kerül. Ugye több különböző visszaállítási stratégia lehetséges. Itt ugye betározástól kezdve a cloudos előfizetésekig, a külső szolgáltató igénybevételén át rengeteg olyan visszaállítási lehetőség van egy üzleti folyamathoz, csak informatikai oldalról, amit számításba vehetünk. Ehhez viszont tudnunk kell ennek a kereteit. Például mennyibe fog mindez kerülni, azaz mennyit kell fizetnünk, ez árajánlatot kell kérni a külső szállítóktól. Hogyha tetszik az árajánlat, kiválasztottuk az adott szolgáltatót, meg kell kötni a szerződést, hogyha életbe lép a rendkívüli helyzet, akkor le is tudjuk hírni magát ezt a szerződést. Értékelnünk kell azt, hogy az adott kockázatot mennyire csökkenti ez a bizonyos lépés. Végig kell gondolni azt, hogy az időkeretek és a prioritások hogyan alakulnak azzal, hogy megkötöttünk egy szerződést, hiszen azzal, hogy lehetőségünk van visszaállítani üzletmenetet, innentől kezdve nyilvánvalóan már terveztünk ezzel a kockázattal, tehát érdemes megnézni, hogy mondjuk az MTD hogyan tud változni ilyen keretek között. Majd ezt a visszaállítási stratégiát be kell mutatni a menedzsmentnek, akinek a feladata jóvá hagyni a döntéseket. Jóváhagyni a javaslatainkat, úgyhogy döntések keletkezhessenek belőle. Az üzleti visszaállítási stratégia, tehát elsősorban a kritikus erőforrásokra és az üzleti funkciók MTD-jére koncentrál, amelyeket ennek a prioritásait a BIA-ból származtatjuk le, melyhez azonosítottuk a kritikus üzleti egységeket és üzleti funkciókat, a hozzátartozó IT infrastruktúrát mennyire nagyon tud segíteni ugye az elektronikus információs rendszerek azonosítása az IBTV alapján. Megnéztük azt, hogy az adott üzleti folyamat hogyan kapcsolódik az IT infrastruktúrához, megnéztük azt, hogy a kritikus funkciókhoz milyen egyéb eszközök szükségesek, fölmértük azt, hogy a szükséges irodai terület hogyan áll rendelkezésre, és kik a kulcsemberek az adott területen. Ezek tehát mind-mind segíthetnek abban, hogy könnyen és hatékonyan tudjunk visszaállni, amennyiben ugye erre a stratégiára szükség lesz. Ez tehát az egyik része a BCP-nek. Nézzük a következő alfejezetét, a létesítmény visszaállítási stratégiát. Erről kicsit kevesebbet beszéltünk még, hiszen most nagyon sok helyen nem tudják a létesítményeket használni, nem lehet bemenni konkrétan, otthonról kell dolgozni. Éppen ezért, hogyha
Ezek a lezárások hosszabb ideig működnek, és ez nem csak nyilván pandémiás helyzetben működik, hanem gondoljunk csak arra, mi történik, hogyha leég az adott iroda, és nem tudunk visszamenni. Mit kell megfontolni a létesítménnyel kapcsolatban? Például mennyi a minimálisan szükséges hely, ahol el tudjuk kezdeni a működésünket? A kevésbé kritikus erőforrások által igényelt hely mekkora, hiszen őket adott esetben nem feltétlenül kell rögtön visszaengedni, hanem dolgozhatnak mondjuk home office-ban a későbbiekben, addig, amíg a megfelelő irodaterület helyre áll. Milyen biztonsági követelmények vannak, hiszen a biztonságról nem csak az információ informatikai szempontból történő biztonsági intézkedésekről, hanem a fizikai biztonsági intézkedésekről se feledkezzünk meg. Milyen biztonsági követelmények vannak beléptetéssel, tűzjelzőrendszerekkel, stb. Mik azok a berendezési tárgyak, melyekre gondolni kell? Íróasztal, monitor, gémkapocs, stb. Milyen kábelezési elvárások vannak, milyen épületgépészeti igények vannak, ezeket mind-mind végig meg kell fontolni azért, hogy a kritikus üzleti folyamatok helyreállítása biztosítható legyen. Emberi erőforrásról történő visszaállítás. Mit kell az emberek területén végig gondolni? Hát az első és legfontosabb az annak a végig gondolása, mik azok a tevékenységek, amiket manuálisan is el lehet végezni. Ugye, hogyha egy információs rendszer nem elérhető, automatizáltunk nagyon sok mindent, és ez az automatizmus ez nem érhető el, akkor ezt manuálisan kell végrehajtani. Bár érdekes módon ugye a ajánlás megírása óta ez feje tetejére állt, és leginkább az a kérdés, hogy mik azok a felhőben elérhető automatizmusok, robotizált megoldások, mesterséges intelligencia támogatott megoldások, amelyeket pont az emberi erőforrások kiesése miatt kell és lehet helyreállítani. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kérdés így napjainkban. Ezeket a műveleteket megfelelően dokumentálni kell nyilvánvalóan, hiszen gondolok itt arra, hogyha például egy üzleti rendszer nem érhető el, ahol kézzel kell, ahol ugye automatikusan rögzítettünk mindent, át kell állni a kézi adatrögzítésre, akkor gondoskodni kell arról, hogy hogyan lesz majd ez a kézzel fölvitt adat később bevive az éles rendszerbe. Erre nagyon jó példa 2017-ben a WannaCry kártékonykód fertőzés, amikor a Mars nevű logisztikai cégnek, globális logisztikai cégnek estek ki a központi rendszerei, és ott bizony napokig a kikötőkben alapvetően kézzel rögzítették a logisztikai információkat, amit utána nyilván be kellett vinni az információs rendszerekbe. Mit kell megfogalmaznunk, milyen kérdéseket kell föltenni, kritikus folyamat elvégezhető-e manuálisan, milyen dokumentálási eljárással lehet biztosítani, hogy az adatok ne vesszenek el, milyen fizikai rekordtárlási követelmények vannak, ugye ne felejtsük el a fizikai biztonsághoz kapcsolódó követelményeket, hogyan lehet munkaerőt biztosítani mindez a folyamatokhoz, és hogyan lehet a munkaerő közötti kapcsolattartást biztosítani. Ezek ma már azért az interneten keresztüli adat kapcsolatokban lényegesen könnyebben megúrható feladatok, mint voltak mondjuk 10 évvel ezelőtt. Műszaki visszaállítási stratégia. Itt ez arról szól, hogy hogyan lehet a telephelyen az informatikát visszaállítani. 4 megoldás van alapvetően, az előfizetéses szolgáltatás, a kölcsönös segítségnyújtás, a több adatfeldolgozó központ és a szolgáltató iroda. Nézzük végig ezeket, mit is jelentenek. Az előfizetéses szolgáltatás, és ezen belül is ugye a forró tartalék, a hot site, egy olyan telephelyet jelent, ami nem a miénk, hanem fizetünk valakinek, aki föntart egy olyan telephelyet, ahova katasztrófa esetén mi el tudunk menni, és ott van minden hardware, szoftver, irodai környezet, ahova gyakorlatilag csak be kell menni a munkavállalóinknak, és onnantól kezdve tovább mehet az egész munkafolyamat. Ennek ugye az előnye az, hogy néhány óra alatt ott van, rendelkezésre áll, csak és kizárólag mi használjuk ezeket, rendszeres tesztelésre is lehetőséget ad, illetve ugye a szolgáltató, aki ezt nyújta, jellemzően több fizikai lokáción is lehetővé teszi azt, hogy ezt a szolgáltatást igénybe vegyük. Hátrányai? Nyilván nagyon-nagyon drága. Nyilván, hogyha valamilyen környezeti katasztrófa van, tehát Budapesten történne valami, ha csak Budapesten vannak ilyen hotszájtok, akkor meg vagyunk lőve, hiszen pont ugyanúgy nem tudunk bemenni erre a helyre, mint ahogy a saját irodaházunkba is, de hogyha mondjuk vidéki telephelyeken biztosítják, akkor már van egy lehetőség arra, hogy tovább menjen az üzletmenet. Illetve, hogyha speciális hardverekkel és szoftverekkel dolgozunk, már pedig bőven van olyan munkahely, ahol speciális hardverek és szoftverek kellenek, ez nyilván gondot okozhat.
Meleg tartalékok, warm site-ok, teljesen hasonlóak a forró tartalékokhoz, viszont itt ugye a speciális hardverek és a szoftverek nem feltétlenül állnak rendelkezésre. Hosszú ideig rendelkezésre állnak, a szervezet több megfelelő hely közül is választhat, kizárólagosan a szervezet részére áll rendelkezésre, kevésbé drága, mint a forró tartalék, illetve kevésbé elterjedt hardware konfigurációk is jól használhatók, ezek szólnak az előnyei mellett, viszont miután a speciális hardverek és szoftverek nem állnak rendelkezésre, a működési teszt nem kivetelezhető, illetve a szükséges erőforrások azonnal nem állnak rendelkezésre, és természetesen még ez is elég drága. Hideg tartalék, ezzel lehet a fizikai lokációk közül a leggyakrabban találkozni. Ebben az esetben ugye a gépészet kábelezés rendelkezésre áll, minden más hardvert és szoftvert föl kell építeni, viszont a felhőszámítás technika ugye nagyon sokat tud segíteni ebben az esetben is, hiszen ha nem miénk a hardware környezet, hanem ezeket csak béreljük, használjuk, kint van a cloudban, és majd valamelyik cloud szolgáltató megoldja, akkor nyilván a hardware-szoftver elemeket sokkal könnyebben tudjuk más telephelyen használni, mint hogyha mindezt nekünk kéne valahogy valamilyen módon biztosítani. Ezek hosszú ideig rendelkezésre állnak, több telephelyen is tudják biztosítani, hiszen semmi speciális dolog nem kell hozzá, kevésbé drága, mint a többi megoldás, viszont hátrányai mellett szól az, hogy a működési tesztelés nem kivitelezhető, a szükséges eszközök nem állnak rendelkezésre, illetve ugye még mindig drágább, mint hogyha lenne egy saját megoldásunk. Mert ne felejtsük el, hogy ezek nem a sajátjaink, ezeket mi béreljük valakitől. A legtökéletesebb megoldás, vagy a legdrágább megoldás is a tükörtartalék. Ebben az esetben egy szolgáltatónál egészen pontosan ugyanaz az infrastruktúrát építjük fel, ami nekünk is az elsődleges telephelyen rendelkezésre áll. Minden tranzakció itt is megjelenik, tehát gyakorlatilag tökéletesen tükrözünk, átmásolunk minden egy másodlagos telephely felé. Innentől kezdve, hogyha valamilyen katasztrófa van, adatvesztés nélkül azonnal át tudunk állni erre a működésre. Több szolgáltatónál megjelent, nagy IT-gyártóknál megjelent az úgynevezett mobil tartalék, a mobile site-nak a megoldása. Ez praktikusan egy olyan kamion, amin bizonyos IT-rendszerek rendelkezésre állnak, tehát csak szólni kell, és jön a kamion, és akár már a lángoló irodaház előtt is el tudjuk kezdeni a további működést. Ilyen szolgáltatásokat is föl lehet, igénybe lehet venni. Magyarországon is egyébként láttunk már ilyen mobil tartalékokat. Érdemes esetleg megfontolni, hiszen hogyha a fizikai telephely megsemmisül, akkor alapvetően ezt a decentralizált megoldást is figyelembe és észbe lehet venni. Ugye a problémája az alapvetően az, hogy működési tesztelés nem kivitelezhető, illetve kivitelezhető nyilván, hogyha fizetünk azért, hogy akkor és abban a pillanatban ne jöjjön ez a mobil tartalék, illetve lehet, hogy többen fizettünk elő rá, és hát itt akkor majd egy probléma lesz egy picit a szolgáltatónak, hogy ha mindenkit érint ez a probléma, akkor hogyan tudja azt az egy kamiont fizikailag több helyre is elvinni. Összefoglalva, tehát itt lehet látni az egyes előnyöket és hátrányokat, a hideg, meleg tartalék, forró tartalék, mobil tartalék és a tükör tartalék kapcsolatában. A következő lehetséges megoldás a megállapodás a kölcsönös segítségnyújtásról. Ez akkor kivitelezhető, hogyha több olyan szervezet van, aki egyébként nagyon hasonló működést hajt végre, lehetőleg egyébként úgy, hogy nem egymás konkurensei, hanem ténylegesen ugyanolyan infrastruktúrát, vagy nagyon hasonló infrastruktúrát használnak, de mondjuk más területen dolgoznak. Ebben az esetben az a segítség jöhet szóba, hogy azok, akik ezt a hasonló infrastruktúrát adott esetben, ha az egyik cégnél a telephely nem elérhető, akkor a másik cég telephelyén vehesse igénybe. Ez egy kölcsönös segítségnyújtás, tehát ingyen vagy nagyon olcsón áll a rendelkezésre a szerződő feleknek, és abban az esetben tud nagyon hasznos lenni, hogyha ugyanazokat a speciális hardvereket és szoftvereket használják. Nyilvánvalóan megint csak azt tudom mondani, hogy a cloud alapvetően ebben az elvben működik, hiszen ott is egy olyan hardware megoldásról beszélünk, amit nagyon sokan, nagyon sokféleképpen igénybe tudnak venni, és a virtualizáció segítségével a nem lekötött tartalékokat, nem lekötött kapacitásokat tudják nagyon hatékonyan kihasználni az adott szervezetek, ahol fölmerül a kérdés, hogy hogy is lehet biztosítani az információ biztonságát ebben a környezetben. Ez talán a legfontosabb kérdés, hiszen ha jellemző ezen a területen, hogy általában szóban történnek a megállapodások, akkor nem lesz
tulajdonképpen a követelmények, és nem lesznek letisztázva, tehát nagyon könnyen lehet információbiztonsági problémákat is, többek között információbiztonsági problémákat is találni. Következő probléma, hogy valószínűleg nem fog elférni egymás mellett a két működő szervezet, nem lehet tesztelni, működési teszteket nem tudjuk kivitelezni, szükséges erőforrások nem azonnal állnak rendelkezésre, csak rövid ideig tartó kiesés esetén használható, hiszen a másik cégnek is működnie kell, illetve a konfigurációk szinkronban tartása, ez nyilvánvalóan nem feltétlenül megvalósítható, hiszen a két szervezet organikusan fejlődik, tehát az IT infrastruktúra nem feltétlenül ugyanolyan. Illetve nincs semmilyen támogatás, hiszen ez egy szívességi megállapodás. Amivel legalábbis banki szektorban, közigazgatásban leggyakrabban lehet találkozni, ez a több adatfeldolgozó központ. Ez azt jelenti, hogy a szervezetnek van ugyan egy elsődleges központja, de ez rendelkezésre áll egy olyan adatfeldolgozó központ, ahol a saját eszközeivel, a saját adataival tud bármikor dolgozni. Így a kompatibilitás megvalósítható, minden támogatás rendelkezésre áll. Hátrányai az, hogy nem biztos, hogy a terhelést ki fogja bírni, hogyha valami kiesik az első telephelyen. Ugye ezt a terhelést alapvetően nem feltétlenül arra tervezik, hogy a teljes 100%-os üzletmenet fönnmaradjon, mégis csak egy jó megoldás ahhoz, hogy legalább csökkentett kapacitásokkal a vészhelyzeti helyzetben nem tovább tudjon működni a szervezet. Illetve problémákat okozhat a konfiguráció menedzsment, nyilván akkor két helyen vagy több helyen kell szinkronban tartani a különböző konfigurációkat. Szolgáltató iroda, ez az utolsó megoldás, ez az adatfeldolgozási szolgáltatásra vonatkozik, gyakorlatilag, hogyha kiesik mondjuk valamilyen IT-rendszer, és ezért kézzel kell adatokat rögzíteni, adatokat feldolgozni, akkor lehetnek olyan szolgáltatók, akiknek az ott dolgozó emberi erőforrását igénybe lehet venni annak érdekében, hogy ezeket a leállásokat át tudják vészelni az ügyfelek. Gyors válasz, rendelkezésre állás a meglevő ügyfeleknél, tesztelésre lehetőség van, viszont kevés szolgáltató tud nagy szervezetet kiszolgálni, drága, és itt is gond lehet a konfiguráció menedzsmenttel. Na, hogyan lehet az adatvisszaállítási stratégiákat megvalósítani informatikai megoldással? Ugye alapvetően az adatvisszaállítás arról szól, hogy adat ne vesszen el, még hogyha le is égett, el is tűnt, el is romlott, akkor is adat ne vesszen el. Ennek a segítségére alapvetően az adatmentést szoktuk használni. Ugye a szoftvereket és az adatokat valamilyen távoli telephelyen tároljuk, tesszük elérhetővé, és kihasználjuk azokat a mentési stratégiákat, amelyekbe itt most nem fogok belemenni, de amik úgy szólnak, hogy teljes mentés, inkrementális mentés, differenciális mentés, folyamatos mentés. Ezeket a mentési stratégiákat tudjuk a legkisebb incidensektől, mint mondjuk egy kártékony kód fertőzés, a legkomolyabb incidensig, mint mondjuk ugye az IT infrastruktúra megsemmisülése felhasználni. Az adatvisszaállítási stratégiában tehát le kell definiálnunk az informatika mellett azt, hogy hogyan tudjuk újrakezdeni az életünket majd egy távoli telephelyen. Ebben pedig meg kell határozni nyilván azt, hogy mik a távoli telephelyen kapcsolatos igényeink, milyen fizikai, biztonsági megoldásokat kell lélekbe léptetni ezeken a helyeken, illetve hogy a mentéseket például hogyan fogjuk tudni oda juttatni, hiszen ne felejtsük el, hogy a mentésben ott van a szervezet minden szenzitív adat, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ki fér hozzá, és milyen fizikai biztonsági körülmények között tudjuk ezeket a mentéseket eljutatni A pontból B pontba. Személyek kiválasztása. Kik fogják majd továbbítani ezeket az adatokat, kik fognak egyáltalán bejutni a tartaléktelep helyre, kik azok, akik kellően megbízhatóak, akiknek lehetősége van hozzáférni mindehhez. És egy nagyon érdekes szempontot hoznék itt most be, ami egy ritkán emlegetett, de mégiscsak érdekes és gyakran előforduló része mondjuk az üzletmenet folytonosságnak. Az üzletmenet folytonosságnál talán az előadásomból az jött át, hogy arra kell gondolni, hogy leég, nem működik, földrengés van, terrortámadás van, nem tudom én micsoda, de ugye nem bírom eleget hangsúlyozni, hogy a sima üzletmenet folytonossági leállás az alapvetően arról szól, hogy egy kisebb informatikai incidens miatt nem tudunk egy bizonyos meghatározott ideig dolgozni. És ebbe az informatikai incidensbe beletartozik az is, hogy például a számunkra kulcsfontosságú gyártó a továbbiakban
nem gyártja azt a szoftvert, csődbe megy, nem lesz elérhető maga a szoftver forráskódja frissítése, és erre szokták kitalálni a szoftver letétet, a szoftver iskrút, ami azt jelenti, és nagyon sokszor lehet ezzel is találkozni nagy szervezeteknél, hogy olyan megállapodást kötnek egy-egy kulcsfontosságú kritikus IT szoftvernek, informatikai megoldásnak a gyártójával, hogy letétbe, praktikusan ügyvédi letétbe, bár gyakorlatban nem ügyvédi letétet szokott feltétlenül jelenteni, tehát gyakorlatilag letétbe teszik a szoftverük forráskódját, és amennyiben csődbe mennek, és ezzel veszélyeztetik a szervezetnek a működését, akkor ebből a szoftver letétből a szervezet kiveheti, kiemelheti a forráskódot, ezzel biztosítva a saját további működését. Jól van, túlléptünk tehát a különböző stratégiákon, hogyan is tudjuk megvalósítani a tervezést és a megvalósítást, milyen lépések vannak. Az első, mik a menedzsment prioritásai, ezt kell eldönteni. Mik a tervek, mi a hatóköre, kieséssel kapcsolatos feltételezések leírása, védelmi intézkedések felsorolása, újrakezdési stratégiák leírása kritikus rendszerekre, újrakezdési stratégiák leírása nem kritikus rendszerekre, szolgáltatási funkciók visszaállítási tervének leírása, üzleti funkciók visszaállításának terve és eljárásai, létesítmény visszaállításának terve, vészhelyzetben szükséges lépések leírása, terv véglegesítéséhez szükséges információk összegyűjtése, külső partnerekkel való kapcsolattartás módozatai, és ezzel gyakorlatilag meg is adtam azt, hogy mik egy BCP-nek a tartalmi elemei, gyakorlatilag ebben a tartalmi struktúrában, tartalmi edzőkben kell végig gondolni a tervezést és megvalósítást. Majd jön utána a tesztelés, karbantartás, tudatosság és a képzés. Itt ugye alapvetően a BCP az csak egy írott malaszt mindaddig a pillanatig, amíg ez nem válik egy tesztelt megoldássá. Ennek megfelelően a tesztelés során végig kell gondolnunk azt, hogy elérhető-e egyáltalán a visszaállítási dokumentum, hiszen hogyha nincs informatikai rendszer, hiába tároljuk egy belső adattárolóban, hogyha az nem lesz elérhető, hogyha az leik és nincs róla ment, és nem fog eljutni az érintettekhez. Az érintetteknek ugye képzést kell tartani, el kell mondani azt, hogy milyen feladataik vannak. Meg kell nézni azt, hogy életképes-e, azaz végig kell próbálni azt, hogy azokat, amiket leírtunk a stratégiában, egyre meg tudjuk-e valósítani. Ezt gyakorlati képzések során tudjuk megoldani, és a gyakorlati képzés ez lehet sokfajta, mindjárt elmondom, hogy milyen. Mik a hibák, milyen hibái vannak a tervnek, ezeket javítani kell. Információ beszerzés a stratégia megvalósításának aktuális állapotáról, ezért kell a projekt, és ezért kell a felelős, aki visszajelzéseket kap arra vonatkozóan, hogy is tulajdonképpen a BCP a szervezeten belül. Annak bizonyítása, hogy a tartalékrendszer megfelel az élesülő infrastruktúrának, azaz egy folyamatos IT ellenőrzés arra vonatkozóan, hogy szinkronban vannak-e az informatikai infrastruktúrák az elsődleges és a tartaléktelep helyen is. Új követelmények alkalmazása a létező tervben, mert ne felejtsük el, ez is egy folyamat. A folyamatnak pedig feladata az, hogy a tapasztalatok és a megállapítások alapján fejlesszük magát a tervet. És tesztelés, hogyan? Például látni a felelősök leülnek és megnézik a terved, és elkezdenek gondolkodni azon, hogy ez jó-e még. Checklistek, egyes területek kapnak egy listát, és meg kell nézniük, hogy ez életszerű az ő körülményei között. Szimuláció, ezt nevezik ugye tabletop exercise-nak, vagy TTX-nek, amikor gyakorlatilag egy szenáriót, egy forgatókönyvet próbálnak végig papíron a felelősök, és nézik meg, hogy működőképes lesz-e. Párhuzamos tesztelés, kritikus üzenrendszereket üzembe állítják a tartalékelepen, és megnézzük, hogy ez működése, illetve a teljes megszakításos tesztelés. Na ilyen az, amit hát nem nagyon szoktak általában végrehajtani, amikor főkapcsoló lekapcsol, és megnézzük, hogy működik-e mindaz, amit elképzeltünk. Karban tartani pedig úgy tudjuk ezt az egész tervet, hogy nyilvánvalóan a változás kezelésben ez benne van. Az információbiztonság irányítási rendszerének része a kockázatmenedzsment mellett az üzlet mellett folytonosságnak a fenntartása is. Teszteljük, és ugye a tesztelésből kiesnek olyan hiányosságok, amiket javítani kell. Auditálás, az információbiztonsági auditoknak része az üzlet mellett folytonossági terv ellenőrzése is, ezek az audit jelentések is tudnak segíteni abban, hogy rávilágítsunk az esetleges gyenge pontokban. Karbantartási eljárások a napi rutinunkban, például a felelősök munkaköré leírásának legyen része az üzlet mellett folytonosság fenntartása. Változtatásokkal kapcsolatos döntéseket centralizálni kell, azaz, ugye, mint tudjuk, az információbiztonsági felelős
felelős alapvetően. Minden ilyen dolgot a szervezet vezetőjével kell, hogy jóvá hagyhasson, és egy jó példa arra, hogy miért is a szervezet vezetőjének az elsődleges felelősség az információbiztonság. A változásokat pedig folyamatosan jelenteni kell, hisz hogyha nincs információ, akkor az érintettek mindenről nem fognak tudni értesülni. Az üzleti egységekkel tehát folyamatosan kapcsolatban kell lenni, folyamatosan inputokat kell szolgáltatni, lehet ezt belső erőforrással, lehet ezt külső erőforrással is, de mindenképpen egy folyamatról van szó, és a folyamat a sajnos nem olyan, aminek egyszer csak vége van, nem, ezeket tervezetten, szervezetten, rendszeresen végig kell nézni. A kritikus folyamatoknál pedig a terveket sokkal sűrűbben kell átnézni, mint máshol, hiszen ezek kritikusak, és nyilvánvalóan sokkal fontosabbak. Ezeket pedig szintén informálni kell. Nagyon gyorsan és nagyon hamar elmondva, tehát ennyi volt az üzletmenet folytonosságnak az alapja, ebben érdemes gondolkodni, remélem, hogy tudtam segíteni sokaknak, hogy hogyan és milyen módon gondolkodjanak erről a témáról. Köszönöm szépen a figyelmüket, folytatjuk a későbbiekben.